Lajos Komárom Magyarország egyik legfiatalabb községe, amit jól bizonyít, hogy a 18. század végén még egy hatalmas, sűrűn benőtt erdő terült el a mai település helyén. A 19. század azonban igen gyors változást hozott a környék életében és kinézetében. 1802-ben az enyingi Batthyány család falut alapított itt hirtelen, azzal a szándékkal, hogy birtokait gazdaságosabban tudja műveltetni a jobbágyaival. A betelepülők 1802-ben kezdték benépesíteni a kijelölt területeket. A házhelyeket a Batthyány család H betű alakjában jelölte ki, utalva arra, hogy a község hercegi uradalom. Itt kaptak földet az ország minden tájáról érkező svábok, tótok és magyarok, akik hamar megalapozták szakmai hírnevüket az állattenyésztés és a növénytermesztés területén. A telepített község a Lajos Komárom nevet kapta, részben alapítója Batthyány Lajos herceg keresztneve, részben a szláv eredetű Komárom szó összetételéből, utóbbi azt jelenti szúnyogos. Az Ozorai úttól nyugatra található földterület már nem Lajos hercegi, hanem öccséjé Fülöpé volt, ezért ez a rész a Fülöp-hegy nevet kapta. Ide szőlőt telepítettek, amely a mai napig művelés alatt áll. 1891-ben a selyem tenyésztés felkarolása érdekében a Fülöp-hegyi szőlők nyugati oldalán vezető csapást szederfákkal telepítették be. Lajos Komáromban járva több egyházi épülettel is találkozhatunk, elsősorban ezek adják a község épített értékeit. A főút mellett egy kertben áll például az 1912-ben épült református templom. Falai simák, dísztelenek. Két nagyobb harangját az első világháborúban beolvasztották. A templom 1924-ben és 1929-ben kapott új harangokat. Ugyancsak a főút mellett található az evangélikus templom, amely a hívek adományaiból épült 1817 és 1822 között. Első harangját Sand András készítette Pesten 1836-ban, orgonája pedig a pécsi Angster cég gyártmánya. A falu katolikus temploma 1901-ben épült, Konrád Károly plébános kezdeményezésére, az építkezés költségeit Hornik Károly veszprémi püspök fedezte, aki az orgona építéséhez is támogatást nyújtott, a lakossági gyűjtést segítve. A templom előtti életfát 2002-ben a település fennállásának 200. évfordulóján állították. A rajta olvasható felirat Lajos Komárom jelmondata is lehetne. Megtartattunk.